right. Are we going to wait a little bit, or are we? Nem tudom, hogy várjak egy kicsit, vagy kezdjem el. Kezdjem el. Tudja valaki? Okay. Obviously, guys are having lunch now, which is. Hát úgy látom, hogy most mindenki biztosan ebédel. Elkezdjem. Yeah. Igen. Okay. Jó. All right. So. It's a pleasure to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. És nem fogok most egy termék elemzést adni. Hallottam néhány termékről beszámolót, nagyon érdekes volt, például a márkák erejéről szóló beszámoló. De most az a termék, amiről én beszélek, az a jövő. Hát a terméknek lehet ezt egyáltalán nevezni. Tehát a jövőről fog beszélni, és ma először az iPad-et fogom használni az előadásomhoz. Ezt még soha nem csináltam, de mint ahogy tudják, az Apple gyártja az iPad-et, még nem tökéletesen működik azért, úgyhogy már most meglátjuk, hogy mi lesz. De Svájcban élek, de 17 évig Amerikában éltem, úgyhogy hozzászoktam, hogy mindent nagyon gyorsan kell csinálni. Ha esetleg túl gyorsan beszélek, akkor kérem, hogy jelezzenek, integessenek. Nem tudom, hogy itt valaki használja a Twittert, emelje fel a kezét, aki twitterezik. Én állandóan twitterezek, hogyha érdekli önöket, hogy miket gondolok, akkor nyugodtan kövessenek a Twitteren, ott közé szoktam tenni a gondolataimat. Ki használ itt iPhone-t? És ki használ Androidot? A többiek, akik nem emelik fel a kezüket, azok nem használnak semmit? Ja, Nokiát használnak biztos tényleg. És aztán van még a BlackBerry. I'm very happy to be here today. I was here. Nagyon örülök, tehát, hogy itt lehetek. Két évvel ezelőtt is voltam már egy ilyen konferencián, akkor esett az eső, örülök, hogy ma nem esik az eső. Tehát most szeretném röviden bemutatni, hogy mivel foglalkozunk. Nagyon sokan nem tudják, hogy mit csinál tulajdonképpen egy futurista. Önök tudják, hogy mit csinál egy futurista, egy jövőkutató? Mi a jövőről beszélünk természetesen, és általában odafigyelünk arra, hogy mit gondolnak az emberek, tehát megkérdezzük az embereket, hogy szerintük milyen változások fognak következni az elkövetkező 3-5 évben. És természetesen mindenkire odafigyelünk, nem csak svájciakra, hanem szerte a világon, a Ringier, a Google-re, mindenkit, mindenféle üzletemberektől, mindenféle szakértőktől megkérdezzük, hogy hogyan látják a jövőbeli fejleményeket, a tendenciákat, a technológiai vállalatokat, telekomvállalatokat, mindenkitől megkérdezzük a véleményét, és megpróbálunk ez alapján egy képet alakítani, tehát nem előrejelzéseket csinálunk, hogy mi fog történni, hanem próbálunk egy képet kialakítani, hogy mi lesz majd a jövőben. Most egy új témáról is beszélni kell, ez a cloud, vagy a felhő FTP. Ez egy viszonylag új fejlemény. A cloud, vagy felhő, az tulajdonképpen egy olyan meghajtó, amiről le lehet tölteni tartalmakat. Tehát például nincs szükségünk már egy fizikai meghajtóra a számítógépünkben, vagy az okostelefonunkban, hanem az internetre csatlakozva ottani tárhelyekről tudunk letölteni különböző tartalmakat, amit szeretnénk elérni. Egyébként, akit érdekelnek ezek a dolgok, azoknak figyelmébe ajánlom a legújabb könyvemet is, The Future of Content, vagyis a tartalom jövője. Egyébként az Amazonon keresztül $3 elérhető, szóval nem olyan drága, és nagyon jól költenék el a pénzüket, hogyha megvennék. Na most tehát, mi annak az értelme, hogy a jövőre nézzük? Ezzel csak felzaklatjuk a jelent. Hát, Isten tudja, lehet, hogy tényleg így van. Lehet, hogy nagyon bosszantónak vagy felzaklatónak tűnik néhány dolog, amit mondani szoktam. Minden esetre én inkább egy ilyen étvengerjesztőnek tartom ezt, hiszen nagyon sok dolgot tudunk már előre elmondani, ami meghozza az emberek étvágyát bizonyos dolgokhoz, például különböző új technológiák használatához. És a média üzletág nagyon fontos szerepet fog betölteni a jövőben is, de ugyanakkor az árak azok csökkennek. Például, ami korábban 15 euró volt, hogy elmenjünk egy moziba, és 15 euróba került a mozijegy, az 2 euró, mert most ugyanazt a filmet már 2 euróért le tudjuk tölteni, mert sőt, illegálisan akár ingyen is le tudjuk tölteni. Tehát nagyon sok minden változik, ami érint minket, de azt előre megmondhatom, hogy bármi, amiről szó van, ahhoz nem tudok receptet adni, tehát nincs egy olyan recept, hogy mi lesz a jövőben, mivel minden ország más, minden üzletág
világág, más minden médium, más, természetesen nem ugyanaz a televízió, mint a mozi, mások a könyvek, mások a magazinok, a napilapok, tehát ami esetleg jól bejön a New York Timesnak, az lehet, hogy egyáltalán nem működik egy másik újságnak, például az Economistnak, vagy egy valamilyen magyarországi magazinnak. Tehát nincsen egy általános recept, mindenkinek saját magának kell kifőzni a saját jövőjét. Például mindenkinek kell, hogy legyen egy saját ilyen trikódolója, ez a Star Trek filmekben szerepelt, ez a trikódoló. Biztos, hogy önök is ismerik a Star Trek-et. Tehát a Star Trek az egy olyan ilyen kódoló rendszer volt, amely megmutatta, amikor egy új bolygó felé közeledtek, hogy milyen problémák lehetnek azon a bolygón, hogy például egy szörny fog megtámadni minket, vagy ilyesmi történik. Na most egy ilyen gépnek a kifejlesztése az még egyelőre nem reális, de ez egy olyan eszköz, amit, hogyha mondjuk az ujjunkat hozzáérintjük, akkor meg tud mondani egy csomó mindent, tehát például, hogy milyen betegségeink lehetnek, megmondja a pulzusunkat, stb. Tehát jobban működik, mint egy orvos. És tehát megpróbáltak már kifejleszteni egy ilyen gépet, és már 30 millió dollárt ráköltöttek egy ilyen gépre, és lehetséges, hogy jövő évre ez már valóság lesz, lehetséges, hogy sikerül kifejleszteni egy ilyen diagnosztizáló eszközt, és ugye ez egy science fiction sorozatból jött ez az ötlet. Természetesen én nem vagyok orvos, tehát nem tudom, hogy ez valójában hogy működik, lehet, hogy az orvosok ezt sértésnek veszik, hogy egy ilyet kifejlesztenek, de vannak exponenciálisan robbanó dolgok, és lehetnek olyanok, amik meg fognak történni, lehetnek olyanok, amik nem fognak megtörténni, de ami egyre elterjedtebb az, hogy az emberek elhagyják a nyomtatott papírt, áttérnek az online, vagy a digitális tartalom, az emberek egyre kevesebbet használják az autójukat, és inkább áttérnek más közlekedési módokra. Természetesen Magyarországon is ugyanez a tendencia fog folytatódni, mint ahol máshol is láthatunk. Az Economistban 4 héttel ezelőtt jelent meg egy cikk, a címe az volt, hogy a változás ügynökei, és nagyon fontos ezekről a dolgokról tudni, mindenki számára olcsó okostelefonokat akarnak kínálni, hogy minél több embernek legyen elérhetősége. A Google vagy a Facebook az ugye nem olyan jól elérhető, hogyha egy sima mobiltelefonon próbálunk internetezni. Ezek az okostelefonokon működnek igazán jól, tehát ahhoz, hogy a szociális médiákban tudjunk jelen lenni, ahhoz szükség van erre. Amikor a LinkedIn elindult néhány évvel ezelőtt, akkor nem túl sokan iratkoztak fel rá, de most ki van a LinkedIn, hányan vannak a LinkedIn-en? Jelenleg 224 millió előfizetője van a LinkedIn-en, körülbelül naponta 800 felkérést kapok a LinkedIn-en, tehát nagyon fontos mindenki számára a társadalmi kapcsolat, az ismerősökkel való kapcsolattartás, és ugyanúgy a Facebook vagy a LinkedIn az erre épül. És ez természetesen mind ingyen van, és hogyha megkér a LinkedIn mondjuk, hogy 10 dollárért regisztráljunk, 10 dollárt fizessünk be, akkor lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy dehogy fizetek, hát miért kéne ezt? Viszont a LinkedIn nagyszerű szolgáltatást nyújt ingyen, és lehet e-maileket küldeni keresztül, a LinkedIn-en keresztül. Viszont, hogyha több mint 3 embernek akarunk e-mailezni, akkor azért már fizetni kell, tehát maximum 3 embernek tudunk egyszerre ingyen e-mailt küldeni, fölötte fizetni kell, és ebből viszont már óriási bevétele van a LinkedIn-nek, és óriási profitra tett szert. Tehát minden ingyen kezdődik, de aztán, amikor az emberek elkezdik az ingyenes tartalmat használni, akkor ráveszik őket, hogy a fizetős tartalmakat is használják. Then I can email everyone. It doesn't cost LinkedIn anything but to have the database say yes, Gerd is allowed to email. It's a flag. There's no cost. Okay, that business is called freemium business, free and premium. There's hundreds of companies, Evernote, Dropbox, Skype, LinkedIn, and many media companies.
that are doing the same thing. See Amazon, for example, getting into the movie business in America. You get 5,000 movies for free if you're an Amazon user in America right now, not paying anything. So that brings me to the business model. I mean, all of these things you should download this report, because basically we're looking at things like 3D holographics, augmented reality, cloud computing. If you're not familiar with those terms, you should take a look, because the future is basically imminent. I work with an airline company on virtual travel. They're going to take us to Shanghai for a meeting for a $100 ticket, except that we're not flying. We're going into a room and virtually transporting my body through telepresence and holographics to Shanghai for 1/100th of the cost. And that is going to be the future. And the airlines will be in the transportation business without airplanes. And publishers in the future will be in the publishing business without paper. Okay, that's hard to imagine, but it can make money. Do you think the airlines are happy about not having airplanes in 10 years? They're not happy about that. Because airlines are a good business, and they're going to grow the next 3 to 5 years. But in 10 years, we will not be traveling for things like a team meeting for 1 hour and a beer and then back home. Clearly, that's going to change. So this futurist, Bruno Latour, says when you change the instruments, technology, right, you will change the entire society that goes with them. You can see already our society has changed a lot. For example, constant distraction. When you're trying to have dinner, your kids are always doing something, checking their messages or something. In Japan, you can go to a bar, and the woman that you're dating, if you have a date, right, then you can have the mobile phone pick up her social network profile and give you information while you're talking to her about her likes and not likes. It's real-time face recognition. That changes our society and changes what actually happens. I mean, it's a change of reality, I think, that we really have to understand what it comes down to. And when we talk about social media, right, the idea of using social media to talk to each other, social media really is quite different than just sort of a fig leaf for selling stuff. I mean, we have, of course, a significant issue with this. Let me just see if I can get my picture back here. This is the beauty of using a new system. You know, it works fine for a while, but somebody got into my wireless network now. It must be one of you guys. Okay, just give me a second here and try to get this fixed up again. Yeah? Okay. Better late than never, I guess. Okay. So this is very interesting because I've used this 3 or 4 times, you know, basically projecting through the wireless network. Sometimes it gets stuck and doesn't do anything, so I'm going to have to go back to my clicker. Sorry about that. I did like it quite a bit, but it looks like people are not going to accept my inputting here. Oh, now we're frozen. That's fantastic. I mean, for this to happen with a Mac, you know, you're witnessing a historic moment here, you could say. Okay. But we will get to it. Just give me a second here. I'm going to pull the plug. Okay. Sorry about this. I mean, I can talk forever even without slides, if that was the case. Right? In fact, I can look at my slides and not use them. I think what's basically happening is that the fanciness of my presentation, the powerful pictures have disturbed the interface. Okay, so I will do a quick reset. In the meantime, I'm going to just continue and look at my own slides, and you have to imagine what they look like because they're so beautiful. Okay, so here we go. Okay, so I was talking about social media, right? The biggest problem my clients are having is that social media for them seems to be the kind of thing that's like a huge Band-Aid. It's that they use social media and say, okay, if we are on Facebook, can we sell stuff quicker? Like, it's like a marketing tool. And you'd be surprised, of course, I'm sure you know this, in most companies, the women in the marketing team are in charge of social media because it's for selling. I mean, it's pretty amazing confusion when people think that social media is about selling. I mean, clearly social media is about the brand, right? It's about strategy. It's not about selling stuff. It's a whole different way of looking what social media does. Whose company here is on Facebook? Let me see a hand sign. Okay. And whose company is Twittering? Right. Nobody? And who's uploading stuff on YouTube? Anyone? Okay, that's very good. I think I got my thing back here, so I can resume the usual working order here. Okay, just 1 second. I'm going back to the old-fashioned keynote now. Which is kind of disturbing, but that's the way it goes. Okay, just give me 1 second here.
I've held 1,500 keynote presentations in the last 5 years, and I've never had a technical problem until I started messing with the iPad. So let that be a lesson to you. the iPad is probably good for reading, but then maybe not for this. Okay. Okay, we're here. Okay, very good. All right, so... Okay, now back to the good old-fashioned way of clicking along, and you have to suffer through all of this. Okay, we're getting something? We're getting something. Okay, so basically what's happening here is that we're seeing what's happening around the world in terms of internet connectivity. I mean, the prices are getting cheaper, the throughput is getting faster. All of the stuff that people are doing on the web with mobile devices is beyond Moore's law. I mean, it's mind-boggling if you see how cheap everything is getting. And even in this country, and in other places in Eastern Europe, we're going to see much cheaper devices, much cheaper wireless, sooner or later. And basically, if you're looking at a device like this broken iPad here, that costs $63 to make. $63, and we're paying 800 euros or so to buy one. But now you have already in India, and you have devices like tablet, Android devices that cost $30. $30, a thing called the Akash tablet. And that will spread around the world. We're going to have devices for $10. 10 euros, 8 euros, whatever the dollar is going to end up being, 500 euros. But whatever it is, what we're looking at is basically an explosive situation. The future is already here, as far as I can tell. We can speak to our computer in Siri. We can touch screens when we're shopping. Right? We can wear goggles that give us reality in Google Glasses. And we can be augmented humans. I mean, this is a pretty far out story where you can, for example, see movies on your iris projected from the side. I mean, these things are all coming in the next 3 to 5 years. But let's move on to something more important, which I'm sure is dear to your heart, which is money. The New York Times, right? Who is a subscriber to the New York Times online? Who pays money to the New York Times? Okay, that's a lot of people. Oh, there's one volunteer here, okay? They're probably paying you for that. But basically, what's happening is the New York Times is a fantastic paper, right? I love to read. They have fantastic writers. They know what they're talking about. They have by far the most compelling stories of many of the current newspapers. Yesterday, I read that the New York Times has 850,000 subscribers for digital. I think they're counting everyone, even the person who is on trial, for the $5 for 12 weeks, right? Because basically what they do is when you go to the New York Times website, now you used to be able to go 20 times and they put a cookie, so they count, right? After the 20th time, you get locked out, you have to pay. I'm paywall, right? The idea. Now they come up with a very wise idea and said, now you can only come 10 times, just last week. And then you have to buy. Okay, so, I'll buy, okay? So I go to their website, I click through, and they want $5.95 a week for me to read these great writers. 80 to 90% of what these guys are writing about is syndicated in other places, including Boston.com or the Herald Tribune. They're asking me to spend $300 a year on content that's quite good, but that's also in other places, which is unavoidable, really. Right? And $300, right? $300, I spend that on Dropbox, maybe, because it's a utility. Right? I mean, you have to ask the question, from the 850,000 subscribers that they have now, I would estimate, maybe we can hear somebody talk about this, they have maybe 250,000 actual real paying. And this is the biggest newspaper in the world, right? In the world, right? Take that in. Right? So, the situation here is I'll ask a simple question. If the New York Times would allow all of us to get their great content for the price of Flickr, do you guys know Flickr? The photo sharing service, $29 a year, $30 a year. If the New York Times would allow us to be part of their world for $30, or if they would even bundle the $30 with phone access or DSL or the SIM card, so we would get in a bundle, they could have 10 million users. 10 million would be my estimate. They would eventually do this. And then from those 10 million, could they do what LinkedIn is doing, which is to upsell us to the next levels? A better app, more archives, direct communication with the editor, whatever it is. Right? Could they do that? Answer is yes.
How much more money would they make if they went this way, the freemium, or more or less what I call field-like free way? I can tell you one thing because there's many content people here on the internet. You can't force people to pay. Az interneten nem lehet rávenni az embereket arra, hogy fizessenek. Vonzani azt lehet. Az én kedvenc idézettem valahol olvasni, egyébként nem tudom, de a fizetésre kötelezni valakit, az körülbelül olyan, mintha rávennénk arra, hogy szeressen minket. Okay, fantastic idea of having 10 million songs in the cloud. 10 millió dal a felhőben, ugye? Mindenki hozzáférése rendelkezik. Azokban az országokban, ahol 10 eurót kell fizetni a Netflixért, az ugye a mozicsatorna. Havi 10 dollárért az ember éjjel-nappal akár nézhet. HD streaming minden van. 24 millió előfizetők van. 24 millió az havi 240 millió. Miért van ez, hogy Amerikában az emberek ferek, tehát hajlandóak fizetni is? Én Svájcban élek egyébként, hogy tudják, de én is nagyon örülnék, ha lenne, csak hát ugye nálunk nem lehet ezt megoldani, mert ez versenytársa egy másik, tényleg ez már egy másik kérdés, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy a végén az emberek fizetnek. Skype, LinkedIn, stb. A Skype 500 millió dollárt bevételt ért el tavaly. Miért is? Mert valami headsettel vagy egy telefonhívást is le lehet bonyolítani, ellenben az ingyen van. Lehet megpróbálni össze, csomagra összerakni a lehetőséget. Tehát miért nem kérjük a Vodafone-on keresztül a New York Times pedig megoldás lehetne. Tehát a baj az nem az, hogy fizetni kell, hanem az, hogy van egy fal. Tehát ha megkérek valakit arra, hogy mászon át egy falon, vagy fogja magát, menjen fel az autópályára, és akkor menjen el autóval, nyilvánvalóan inkább azt mondja, hogy na, akkor megyek, és nem mászom. 17 milliárd dollárnyi zenét értékesíteni 7 év alatt, az valami borzasztó pénz. A baj az, hogy a zeneipar közben didn't do much to help them. So, if we put up a paywall that says come in or take a hike, 2% of people will come in Western countries. In Western countries. It's not going to work in Indonesia. That's like 0.0002, right? And if we find a way to upsell people and to get them into and get them attracted and stuck to us, like Google has done, like YouTube has done, like Hulu has done, like TED.com has done, then we can convert them. Akkor át tudnánk ezt a hozzáállást alakítani, tehát ne akasszuk ki azokat az embereket, akik egyébként csípnek minket. A Netflixről, ha már szó esik, az egyetlen cég, amely az elmúlt évben Amerikában a televíziónál nyerességet ért el, az összes többi cég viszont éppen, hogy a kábelen keresztüli műsorszórásból kiszáll. Ugye ezért egy óriási eredmény. Hogyan lehet ezt a átállást elérni? Én tönkrementem akkor, amikor üzleteimmel kapcsolatban vele beszálltam valamibe, és túl későn szálltam ki az IT-s humból, de nézzük meg zenére, oktatásra. Most azt kell figyelnünk, hogy most lehet az alkalmazásokat, hogy mindenki a felhőbe megy, minden banki adat, minden orvosi adat gyakorlatilag a felhőbe megy. Most már minden digitális, tehát nézzük meg, hogy amire azt gondoltuk, hogy meg fog történni, ez már mind meg is történt. Tehát a keresés legalább annyira fontos, mint a szociális, mint a közösségi dolgok. Tehát most például a szervezetek mire költenek? Szociális motor. Amerikában ugye a farmereseknek, ha
van egy a Facebookon egy például a Gap cég fönt van, ha azt mondja a Gap, hogyha például bejössz az üzletünkbe, és itt vagy, és azt fölteszed a Facebookra, akkor kapsz egy ingyen farmert, hát ez nem egy nagy szám, mert mit tudom, egy pár dollárért valahol külföldön legyártották. Tehát a keres és a szociális kérdés, a tévé, a tévé és az internet, az eszméletlen jó a televízió szempontjából. And having a back channel with your friends to talk about the show, the second screen. Ez egy második képernyő, látjuk a moziban a látott termékeket az eBay-en, vagy például el lehet dönteni, amikor lesz egy show, hogy ki az, aki meghalljon és az egész történetből. Ez a televízió ezért fantasztikus lehetőség, mert most már internet gyakorlatilag a tévé, és az internet már konvergált. Tehát nem azt jelenti, hogy elveszi a nézőket a tévé elől, hanem gyakorlatilag befolyt a televízióba. Tehát mindenki az összes képernyőjén, akár a fürdőszobában, az autóban meg lesz a tévéje, és az internete is, és minden. Tehát ezek minden mögött ezt fogja megtalálni. Úgyhogy ez nagyon nagy szerencse, hogy mi ennek tanulni lehetünk. A telekom üzletágban elképzelhető, hogy önök ilyen háttérre jelentkeznek. 3,7 trillió dolláros üzletről beszélünk. A mobil üzemeltetők 368 millió dollárt keresnek naponta azért, ha belegondoljunk, hogy ez tulajdonképpen haszontalan. Tehát, hogyha a BBM vagy az IPM az embernek rendelkezésre áll, akkor már nincs szükség egy SMS-re. Tehát most az történik, hogy a mobil üzemeltetők azt mondják, hogy a Google jelenti a forgalmunknak a 40%-át, a YouTube is, illetve a live sportokat, csatornákat nézik a felhasználóink, tehát most már részt kell, hogy vegyünk a média turfban. Az összes telekom cég úgy döntött, hogy a média tartalom, illetve a reklámot megvizsgálja, és ha egy mód van rá, akkor ezből kiveszi a maga részét. Or by business things. Tehát vagy az összes telekom cég Dél-Amerikában, Ázsiában telemédia cégekké válik. És megjósolom, hogy 5-10 év múlva nem lesz egyetlen egy darab telekom cég sem, amely nem gyárt, hanem platformként üzemel együtt a médiában, illetve a televízióban. Ha megnézzük ezt a képet, ugye ezek silók. Számos országban van, ugye ez így megtalálható. Ez a fajta megközelítés, ez már nem működik. Ez már ennyi. Silók ideje lejárt. Mindig azt mondom, hogy a jövő az egy ekórendszer, és nem egy egórendszer. Tehát, hogyha Universal Studiosnál, vagy bármelyik más ilyen cégnél, régen azt láttunk, hogy mindenki úgy üzemelt, hogy egy valaki döntött mindenről, egy valaki vezette a céget. A jövőben ehhez képest kénytelenek leszünk együttműködni a telekom cégekkel, a reklám cégekkel, mert hogy egy kevert mix modell lesz. A zene üzlet nem csinált semmi mást, mint bizonyos dolgokat elértékesített. Tehát vagy letöltöttek, vagy és egyébként pontosan ezért, mert csak ennyit tudtak nyújtani, ezért most le is áldozik nekik lassan. TVN-nél sokkal jobb helyzetben van, mert a televízió már rengeteg mindent csinálhat, tehát lehet mindenféle felhasználást el tudunk képzelni. Ha a könyvkiadóknak csak az azért céljuk, hogy könyveket adjanak el, akkor az sajnos nem fog sokáig működni. Akár jogilag tiszta módon, akár jogilag nem tiszta módon, de gyakorlatilag könyvet bárhol tudunk venni, úgyhogy maga a terjesztés, mint olyan, az már lejárt. Abból már pénzt nem lehet csinálni. Ezt be kell, hogy valljuk. Már
terjeszteni nem egy nagy dolog. A jó hír viszont az, hogy az internet három hatalmas nagy lépést tett meg, ami korábban nem volt. Gyakorlatilag az iPhone nem is volt meg. Egyrészt ugye közösségi, tehát az emberek össze vannak kapcsolva, és nagy közösségi hálózatuk van, mint egy autópálya. Tehát a Facebookot nem fogom megvenni, de mondjuk nem ajánlom azt, hogy valaki nehogy megvegye. A Facebook az pontosan azt mutatja, hogy mi történik például a CNN-nel. A CNN teljes mértékben közösségi lett. Ha nem használnák a Twittert, akkor már nem is érdekelne. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a következő CNN az a TNN lesz, vagyis a Twitter Network. És szerintem az még bőven le is fogja pipálni a CNN-t. Tehát a helyi dolgok, az ember csatlakozik, és mobil, természetesen ezek fognak mindenkit érni. De az elkövetkező 5 évben az egész világ 80%-a internet forgalom szempontjából mobil eszközön fog átmenni. Tehát nem számítógépen. But it's a mobile world. Ez egy mobil világban már, amiben élünk. Whoever is first, I mean, if you have a website, hogyha van egy honlapjuk, vagy egy bármilyen újság honlapjuk, és nem mobilak, egy pár éven belül is kutya nem fog önökkel foglalkozni, mert nem lehet önöket a megfelelő módon olvasni. Ez megmagyarázza azt azokat a szolgáltatásokat, amelyek mobilabbá teszik az életet, és hát ugye akkor ott a web is. Ha ebben az üzletben vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy 1 milliárd embernek van most már smartphone-ja, és vannak emberek, akik ebből eszméletlen gazdagokká tudnak válni. 5,6 milliárd iPhone használó lesz ezeket közül 7-8 éven belül, mert hogy annyira olcsók. Ennél jobbat mit kérhetne az ember? Ilyen óriási növekedéset, ez fantasztikus. 2017-re 5 milliárd ember lesz, de 75%-os mobil internet használattal, 50%-nál is több lesz az, aki a legnagyobb platformokat fogja használni, és 250 milliárd euró összegű reklámpiacot fog ez kitenni. Or not license because we hope for a bigger price. Az ember abban bízik, hogy magasabb lesz az ára, ezért nem ad engedélyt, mondjuk ez nem egy megoldás. Azok az újságok, magazinok, ha megnézzük az eddigi hozzáállást, tehát az elutasítás, az nem, attól nem tudunk jobb helyzetbe kerülni. So also the Economist in this great slideshow that they just published 2 days ago about ez két nappal ezelőtti kiadásnak az egyik oldala. Nagyon érdekes egyébként, Alan Greenspan, a híres közgazdász idézik. Gyakorlatilag a gazdaság az elképzeléseken múlik. Az Egyesült Államok gazdasági terméke elsősorban koncepcionális lett. Tehát már nem gyártunk annyit, mint régen. Az gyakorlatilag a kemény termékekről a soft, puha termékeket értünk át. A bal oldal, ahogy a nagy műsorszórók, mindenkinek muszáj volt hozzánk tartozni, úgymond, tehát minket hallgatni, mert hogy ugye mi voltunk egyedül a városban elérhető. Most meg ugye millió lehetősége van mindenkinek, hogy bármit hallgathat, nézhet. A 10 éve harcolok az asszonnyal, hogy megszabaduljuk a kábeltelevíziótól, én soha nem nézem. Én ha akarok valamit nézni, akkor mindig tudom, hogy hol nézem meg, akár fizetek is érte. De ez most már media.us, és nem media.them, tehát a media mi módon, ahelyett, hogy media ők módon, és nem vagy-vagy. Okay, quick about social media. A közösségi médiát nézzük. Many of us are lately, sokan especially because of the közülünk, és ez elsősorban a Facebook miatt, azon gondolkodnak, hogy lassan mesztelenek leszünk. Tehát ugye az ember LinkedIn-en megtalálható, akkor bárki csatlakozik, és az önéletrajzomat egy pillanat alatt megnézi. A második sor már ott van, hogy pont Magyarország, akkor azt fogják gondolni, hogy megvan ez az ember veszve, hogy nem adta meg. Most vagy annyira
népszerű, hogy már nem szükséges megadnia, vagy hogyha vagy hogy meg van balondulva. Ha azonban mindent fölteszünk, akkor minden tudni fognak rólunk az emberek, tehát valamilyen úton, módon ennek ez vissza is üthet. Úgyhogy ez a gyakorlatilag, amit láthatnak a bal oldalon, hogy szinte ki jönnek belünk, dőlnek belünk az adatok. Sok gazdaságban azt mondják az emberek, hogy az adat az új olaj, és abszolút egyetértek velük, az adatok. Mit szeretünk, mit nem, kinek mit küldtünk, mit gondolunk valamiről, ezek mind meta tartalmak. Tehát tartalom tartalomról. Ez most már nagyon sok pénzbe fog kerülni. Ez erről szól az egész Facebook, Google, stb. Tavaly az első 4-5 internet cégnek a piac értékesítése megegyezett az rákövetkező 70 nével együttesen. Gyakorlatilag más sem csinálnak, mint adatokat raknak jobbról balra. Ezt megtanulhatnánk tőlük. A média üzletben lehet más csinálni? Használhatjuk ezt a kultuszt gyakorlatilag ahogy minden nyilvános rólunk, tehát lehetünk mikrocelebritások akár, akármit is jelentsen, lehetünk 40 ember sztárja, vagy lehetünk egy ilyen mini valóságshow sztárjai. Tehát itt például a Palms Hotelt látják, az ember oda becsekkol, megnézik a nevemet, és az ember rögtön megnézik a Twitteren. Twitteren van egy Cloud nevű értékelés. Ez egy játék, ha nem tudják, hogy hogy működik, meg nem titereznek, akkor nem tudják. De a lényeg, hogy ott van egy 50 fölötti értékelés, akkor jobb minőségű szobát kapunk. Tehát a közösségi fontosságok alapján, akármit is jelentsen az ember jobb kiszolgálásban részesül. Tehát a magánélet és a közösség, a nyilvánosság így megváltozott. Mindenki valamilyen szinten nyilvános ember, jó, nem annyira, mint Lady Gaga, de mégis. És ez most már kultusszá vált, tehát gyakorlatilag itt a, egyébként elképzelésem nincs, hogy tehát nem is érdekel egyébként, meg valami őszintén, de ez az én felhőm. Ezek algoritmusok, nem sem más, mint algoritmus. Szerintem az emberek annál sokkal bonyolultabbak, mint hogy algoritmusként keresünk. Hát szerintem egyébként a közösségi hálózatnak ez a kihívása, mert az, hogy hogyan mutatjuk be magunkat a Facebook verziót, illetve a reális verziót, hát... Ahogy a digitális életünkkel kezet rázunk, annyi olyan életünkben először tapasztalt dolog történik meg. Az ember nem akar messze lenni, de hát nem akar mindent elrejteni se. Tehát ha az ember egy kicsikét nyitottabb akar lenni, akkor azért annak nagyobb a kockázata. Lehetünk nyitottak, és nem kockázatot vállalok? Szerintem az nem megy. Nem lehet az embernek a fürdőszobában randizni, az ember akkor felül a biciklire, vagy elmegy a bárba, vagy valami, de az embernek kockázatot kell vállalnia. Tehát több kockázatot kell vállalnunk annak érdekében, hogy több eredményt is kapjunk. Tehát például valamilyen magánélet sztenderdre van szükségünk. Meg kell próbálni rájönni arra, hogy mi a sztenderd. Egy nagyon jó képregény Julian a WikiLeaks-től azt mondja, hogy ingyen adom a magánéletet, ehhez képest én vagyok a rossz srác. Zuckerberg meg azt mondja, hogy én vagyok az év embere, mert hogy én megadom az összes adatot mindenkinek. Gyakorlatilag ugyanazt csinálja mind a kettő, és az egyiket, és az össze zavarja az embert, hogy az egyiket így értékelik, a másikat úgy. Minden egyes képernyő semmi, nem más, mint egy összekapcsolt televízió. Például nézzük a karórát. Ugye már karórával lehet akár webben keresztül elküldeni az e-mailt az embernek. Például az ember ül a repülőn, és a szemüvegnek a képernyő, szemüvegén keresztül egy képernyőt lát, vagyis tévét nézhet.
tehát semmi más nem történik például itt, ha megnézik ezt a képet, hogy van egy nem tetszik gomb, és miközben olvasunk valamit, lenyomjuk, és ez rögtön automatikusan mutatja azt, hogy valamivel nem értünk egyet, vagy nem tetszik. Több mint 2000 céget támadtak meg a Facebookon, és változtattak, kellett változtatniuk azon, amit csináltak, egyszerűen emiatt a támadás miatt. Ezen átugrom, mert már nincs rá időm, de nézzük meg, nagyon sok producer, illetve főleg zene, mozi, tévé témában foglalkozó emberrel. Ha van az embernek Amazon, ja, ugye az Amazon a Kindle-en sokkal többet értékesít, mint a nyomtatott verzióból. Ha az ember író, akkor 40 oldalt megjelentethet a Kindle-en, és ott értékesíthető. Tehát az ember az utolsó pontot leteszi a papíron, és már is azonnal értékesítheti a Kindle-en keresztül. 3 hónappal ezelőtt a Feature of Content című utolsó könyvem készítésekor gyakorlatilag annyian ezt tettem, és már 3400 példányt el is adtam belőle. $3, tehát tulajdonképpen ez csak a jelenlétet jelenti, de ez azt jelenti, hogy hogy beindult. $500,000 nagyságrendben lehet itt akár bevételre szert tenni. Ahogy ezt már korábban mondtam, több percet kaptam. 8 percem volt egy pár perccel ezelőtt, most meg már 18. Nem baj egyébként, hogyha több van. Most jelenleg az történik a médiában, hogy bekapcsoljuk és rácsatlakozunk, nem birtokolunk. Annyira nevetséges volt eleinte ez az ötlet, hogy ez olyan, mintha egy könyvesboltba vinnénk a könyveket. És hogyha a filmeket nézzük meg, akkor még többbe kerül mondjuk a filmeket terjeszteni, tehát maga a terjesztés nagyon nagy pénzbe kerül, és ezt megpróbálják valahogy beállítani. De ha megnézzük például a mai fiatalokat, tehát 17-20 éveseket, mit csinálnak, amikor elmennek bulizni? Hát egyszerűen felcsatlakoznak a YouTube-ra, és onnan játsszák le a zenéket. Régebben még letöltötték, de most már arra se veszik a fáradtságot. 5 évvel ezelőtt még valakinek birtokolnia kellett a zenéket. Azt mondta, hogy ó, 500 dal vagy 500 szám van a merevlemezemen, de manapság már senki nem is tölti le ezeket, a fiatalok nem töltik le, hanem folyamatosan streaminggel játsszák le a YouTube-ról. Tehát, hogyha valaki most már zenét akar terjeszteni, akkor mi a legjobb megoldás? Az, hogy felteszi a YouTube-ra, és aztán a YouTube-ról bármit letölthetünk, amit akarunk. Akár MP3, MP4-es formátumba, aztán saját magunknak átkonvertálhatjuk, ez már nem illegális. Tehát oké, lehet, hogy a zene letöltése illegális, de maga a konverter, a program az nem illegális. Tehát ez is egyfajta ilyen cloud, vagy egy felhőszolgáltatás, és nincs szükségünk már arra, hogy az adott könyvet azt ott őrizgessük a könyvespolcunkon. Amikor el akarjuk olvasni, akkor azonnal letölthető, vagy elérhető az interneten keresztül. Itt nézzük meg ezt az összehasonlítást. Amerikában fekete vonallal látható a digitális számok eladása. És azt lehet mondani, hogy nem csökkentek az eladások, ami már önmagában jó eredménynek nevezhető, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy ugyanannyit adtak el, mint előtte. De az embereknek most már sokkal több eszköz áll rendelkezésére, sokkal több ilyen kütyűjük van, viszont a zenével egyszerűen már nem működik, nem emelkednek tovább a letöltése. Lehet, hogy a magazinok esetében ez más, többet sikerül eladni, de a zenében nem. A vörös vonal viszont az online streaming elérést mutatja, és az egyre emelkedik. Itt pedig látható a zenei iparágnak a bevételeinek az alakulása. Ez csökken 71%-a jelenleg a 10 évvel ezelőttire. Tehát ez most sokak számára aggasztó lehet. Én például már írtam 5 könyvet, és nagyon örülnék, hogyha mindenki itt megvenné nyomtatásban az 5 könyvemet, de természetesen a kiadó már annak is örülne, hogyha
because I get all of your attention. Bármilyen formátumban bárki megvenni, viszont én most már az Amazonon keresztül is árulom, ami azt jelenti, hogy onnan letölthető, tehát nem nincs szükség arra, hogy valaki a nyomtatott példányt megvegye, és meglegyen neki a könyvespolcán. Nézzük meg például az internet előfizetőknek az alakulását. Ez egyre emelkedik, egyre több ember fizet elő az internetre. De amikor egy nagysebességű hálózatra kapcsolódunk rá, akkor rengeteg lehetőségünk van, nem szükséges többé letölteni a dolgokat, hiszen bármikor élőben elérhetünk. Jelenleg 90%-os az internetpiac telítettsége, és nem lesz szükség arra, hogy fizikai formátumban több terméket adjunk el, mikor interneten keresztül mindenki el tudja érni ezeket a tartalmakat. A legnagyobb kihívás tehát a tartalom üzletek számára az, hogy a fogyasztó hozzáférése az tartalomhoz sokkal olcsóbb, egyre olcsóbbá válik, mint a fizikai formában való birtoklásnak a költsége. Valaki korábban például DVD-ket gyűjthetett, és lehet, hogy fizikailag ott sorakoztak a polcán a DVD-k, 20 euróért megvette például a Szárnyas Fejvadász című film DVD-jén. Manapság már erre nincs szükség, mert 1-2-3 euróért le lehet tölteni, vagy le se kell tölteni, hanem élő online streamingben meg lehet nézni az interneten keresztül. Tehát ez sokkal olcsóbbá válik a felhasználó számára, és hogyha olcsóbban hozzáférhet valamihez, akkor miért venné meg drágábban? Hogyha a New York Times el tudna jutni 10 millió háztartásba, akkor nagyon-nagyon alacsony költségért nem lenne sokkal jobb a New York Times számára, mint hogy 800 előfizetője van? Tehát így a jelenlegi formában a New York Times hosszú távon nem fogja tudni sokáig fenntartani magát. Tehát ez nem egy fenntartható mód, más módszerekre van szükség. Úgy tűnik, hogy még mindig van 13 percem, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a kalózkodásról. This is a lead investor on Twitter, who says that restricting access to content is a bad business model. Ez azt jelenti, hogy a tartalomhoz való hozzáférés korlátozása az egy nagyon rossz üzleti modell, hiszen ha korlátozza valaki a tartalomhoz való hozzáférést, akkor mindig is lesz ilyen kalózkodás, aki valahogy ezt megpróbálja megkerülni és a tartalmat elérni. Most nem a korlátozás költségeiről beszélek, hanem az elérés, a terjesztés költségeiről, hiszen terjeszteni kell akkor is, hogyha korlátozzuk a hozzáférést, de a korlátozás azt jelenti, hogy valahogy visszatartjuk a már elterjesztett tartalmat, és ezzel még drágábbá tesszük azt. Természetesen Európában be lehet perelni azokat, akik illegálisan hozzáférnek, már több mint 562 embert állítottak így bíróság elé. Megérte ez a tartalomszolgáltatóknak? Mit tett ez a tartalmuknak az további terjesztését? Semmi. A Macmillan kiadó mondja azt, hogy a kalózkodás az csak ott terjed el, ahol látnak az erre hajlandó emberek valami lehetőséget. Természetesen, hogyha a szolgáltató ingyenesen elérhetővé tette volna, vagy könnyen elérhetővé tette volna azt a tartalmat, akkor erre nem lett volna szükség, hogy ez kialakuljon. Tehát ennek igazából nincs sok értelme, hiszen ugyanaz a fogyasztó, hogyha megfelelő áron kínálják a terméket, akkor hajlandó fizetni érte. Csak meg kell találni azt a határt, ami még a terjesztőnek is megéri, és a fogyasztónak is. Tehát a kérdések, amik felmerülnek, hogy kontrollálni kell-e a fogyasztást, vagy a tartalmat elérhetetlenné kell-e tenni. Valahogy végre kell hajtatni a fizetést, rá kell venni az embereket, hogy fizessenek, vagy korlátozni kell a megosztást. Hát akkor lehet, hogy Kínába kell elmenni, mert ott ugye cenzúrázva van az internet, és sok mindent megtesznek. As I was suggesting earlier.
Mint ahogy tehát korábban is mondtam, rengeteg törvény van Amerikában és más országokban is, amelyek próbálnak az illegális letöltések és egyéb illegális tevékenységek ellen fellépni. Valószínűleg van olyan, amiről még soha nem hallottak. Peter F. Drucker volt az a nagyon okos ember, aki azt mondta, hogy nincs semmi, ami olyan haszontalan, amelyet hatékonyan lehetne tenni, mint amit nem teszünk meg egyáltalán. Tehát ez azt jelenti, hogy ne kényszerítsük az embereket valamire, majd megteszik saját maguktól is, hogyha úgy érzik, hogy erre szükségük van, vagy erre igényük van. Tehát nagyon-nagyon igaz az a mondás, hogy minden attól függ, fel kell készülnünk arra, hogy fizessünk valamiért, tehát ezt olyan formában kell kínálni, hogy az emberek úgy érezzék, hogy szívesen fizetnek érte. Van például egy együttes, amely lehet, hogy tulajdonképpen régi módinak tűnnek, mégis kiadja a CD-jét, és az emberek megveszik ezt a CD-t. Lehet, hogy ott a helyszínen, ahol koncertet adnak egy bárban, ott az embereknek annyira megtetszik, hogy ott helyben kiadnak pénzt azért, hogy megvegyék a CD-t. De Björk például már nem adott ki CD-t egy ideje, hiszen a dalai letölthetők az internetről. Tehát ez mind hozzáadott érték. Hogyha például az iPhone-on használunk olyan alkalmazásokat, amelyek segítségével elolvashatjuk az Economist-et, akkor ez az alkalmazás elérhetővé teszi a számomra, hogy felolvastassam magamnak az újságot, így az autóban vezetés közben is értesülni tudok az Economist legújabb híreiről, a legújabb cikkeiről. És ezért úgy érzem, hogy megéri fizetnem. Tehát ez, amit mi freemiumnak, vagyis ingyen prémiumnak nevezünk, tehát valami olyat kínálni az embereknek, ami után ők maguk döntenek úgy, hogy ezért érdemes fizetni. Igazából ebben nincs semmi újdonság, de ami az internet szépsége, az, hogy igazából semmibe nem kerül, hogy az embereknek több szolgáltatást nyújtsunk, hogyha olyan szolgáltatásokat nyújtunk, hogy cserébe ők maguk döntenek úgy, hogy ezért fizetni fognak, hajlandók fizetni. Tehát például a Google azt mondja, hogy persze lehet használni ingyen ezt az alkalmazást, de hogyha valaki egy terabájtnyi tárhelyet akar, akkor azért fizessen ennyi és ennyi dollárt. És az emberek hajlandók lesznek fizetni érte. Tehát nagyon jó modell ez a média számára is, és nem szabad azt gondolnunk, hogy azzal, hogy lejjebb visszük az árat, vagy ingyenesen elérhetővé teszünk valamit, az el fogja veszíteni az értéket. Nézzük meg a YouTube-on például. A YouTube-on ott van minden ingyen elérhetően, és ingyenesen ott a zene, és mégsem veszített el az értékét. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy nézzenek körül, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen csomagokat lehet kialakítani, milyen módon lehet az embereket meggyőzni arról, hogy érdemes nekik költeni valamire. Például a mobil szolgáltatók, a mobiltelefongyártók és így tovább együtt kialakíthatnak olyan csomagokat, hogy az emberek úgy érezzék, hogy érdemes megfizetni. Kevin Kelly is egy ilyen ötlettel állt elő. Ezt újfajta generatívának nevezik. Ez azt jelenti, hogy prémium szolgáltatásokat ad el, és nem fogják kitalálni, hogy mi az, ami legjobban megy ebben az üzletben, a játékok. Ha valaki szereti a játékokat, nem tudom, ismerik-e például a Warcraftot, vagy hasonló játékokat, egyszerűen függőséget okoz. Tehát egyszer elkezdik játszani, és aztán arra fognak ráébredni, hogy hajnali 3-kor még mindig azt játszák. És rengeteg ingyen dolgot adnak, ami után egyszerűen magába szív minket a játék,
és utána már hajlandóak leszünk például egy virtuális jeepet 10 euróért megvásárolni. Tavaly például a Farmville nevű játék volt a Facebookon egy játék, $450 kerestek vele a játéknak a készítői, az ilyen virtuális dolgok eladásával, ugyanezt a modellt alkalmazták. Virtuális répát árultak egyébként. Tehát, hogyha valaki az újságkiadói üzletágban tevékenykedik, azt javaslom, hogy felejtse el a papírt. A papír a múlté, a hírek az a lényeg, és a híreket különböző formában lehet eljutatni az olvasóhoz. Amikor 30 ezer euróért tudunk eladni egy magazinnak egy oldalán, akkor igazából nem a papír a lényeg, tehát nem a papírt veszik meg az emberek, hanem a tartalmat, ami azon a papíron. Persze van, azt mondja, hogy a papírnak nagyon jó illata van, de digitális környezetben is újjá lehet alakítani ennek a magazinnak az imidzsét úgy, hogy az emberek szívesen megvegyék. Nagyon sok olyan ember lesz persze, aki ragaszkodik a nyomtatáshoz, valószínűleg ez előbb-utóbb nagyon drága lesz. Például meg lehet oldani, hogy a repülőtéren, amikor becsekkolunk a járatra, akkor már interneten előre megrendeljük, hogy kinyomtatva ott várjon minket a New York Times, hogy aztán a repülőn tudjuk olvasni. De a jövő nem a papír irányába mutat. Ahogy Kevin Kelly mondja, ezek az új generatívák, ezek azt jelenti, hogy olyan csomagokat kell kialakítani, amit az emberek szívesen vesznek. Van egy új projekt is, a Biophilia projekt, amit Björk alakított ki. Fiatalok, 12 éves gyerekek veszik ezt, akik tulajdonképpen fejest ugorhatnak ezen a projekten keresztül Björk világába. Vagy ott van a Metropolitan nevű projekt, amit a New Yorki Metropolitan Opera indított el. 350 színházban árulják, színházban és moziban árulják, világszerte, 200-an Amerikában, 4-5 ilyen színház és mozi van Svájcban is. Tehát lényeg az, hogy valaki, aki nem is New Yorkban van fizikailag, az interneten keresztül elmehet egy Metropolitan Opera előadására, és gyakorlatilag ilyen óriás kivetítőkön a világ számos más színházában és moziában követheti az operát. Tavaly 350 millió dollárt sikerült így keresni a koncertek eladásával, tehát ilyen screening vagy streaming eladásával. Tehát nem annyira van szükség már, hogy fizikailag jelen legyen valaki ahhoz, hogy élvezni tudjon egy eseményt. Ahogy korábban mondtam már, tehát az adatok az nagyon fontosak. Itt van például egy lángoló olajfúró torony, a British Petrol egyik fúró tornya, és már most a Google-ön adatokkal fizetünk. Mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a magánéletünket áldozzuk fel, a magánéletünket fizetünk, de nem baj, tehát igazából hagyom, hogy a Google elolvassa az e-mailjeimet, vagy a Gmail elolvassa az e-mailjeimet, cserében kapok egy csomó információt, nem annyira zavar engem, hogy elolvassa. Az már jobban zavarna, hogyha a Facebook nyilvánosságra hozná az adataimat, mert az már egy olyan adat, kiszivárogtatás lenne, mint például, ahogy az olaj szivárog egy hibás fúrótoronyból. De egyébként biztosra vehetjük azt is, hogy ilyen kiszivárogtatások fognak történni, csak szeretnénk, hogyha a mi adatainkkal nem történnek ilyenek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen fauszti megállapodást kötünk, információt árulunk a cserébe az információért, tehát kiárusítjuk a saját információinkat. Ask for this. So I'm really have to get to the end here. So
De hát erre valahol végül is szükség van. Még egy gyors kérdés, és ezzel zárom. Természetesen a Facebook az egy gyönyörű kert, ahol játszhatunk, persze most metaforikusan mondom, de amikor a Facebook már elveszi az adatainkat, akkor már ez a kert egy ketrecé alakul, amiben vagyunk zárva, és nem tudunk kiszabadulni. Tehát nagyon fontos, hogy az internet nyitottan, mobilan és átláthatóan tartsuk. Tehát a kulcs szó, amire emlékezni kell, hogy mobil világban élünk, és aki nem mobil, az le fog maradni. Ez teljesen egyértelmű. Ez a közösségi játékok, közösségi modellek, a birtoklás, valamilyen tartalomnak a birtoklása esetében, az adatkalózkodás esetében, minden esetben igaz. Tehát új generatívákat kell kialakítani, és az adatokat ingyen elérhetővé kell tenni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, a könyvemet tehát még egyszer mindenkinek ajánlom a figyelmébe, letölthető az Amazonról. Köszönöm, hogy meghallgattak.